Egy jó kis autókázás után megérkeztünk Zólyomhoz, egész pontosan a Zólyomi Várhoz. A parkolóból fogunk majd innét felsétálni. Tehát itt vagyunk a Zólyomi Várnak a bejáratánál. Azt kell róla tudni, hogy a kastélyt az 1370-es években első Lajos építette a tatárjárás követően, méghozzá vadász kastélynak. Aztán a 15. század közepén 20 éven keresztül volt a felvidéket megszállva tartó huszita vezéreknek, vagy huszita csapatoknak a főhadi szállása, méghozzá egy Griska nevű zsoldos vezér lakott itt. Aztán a 16. században az akkori tulajdonos a Turzó család erődítményé alakította át, ekkor került rá ez a reneszánsz pártázat így a szélére. Hát mostanára ugye a várat ugye a 60-as években nagyjából felújították, és most pedig egy ilyen képzőművészeti kiállítás van a váron belül. Szóval megnézzük, hogy sikerül-e bejutni a várnak a belsejébe. Na egyébként a vár az a Zólyomnak a mondjuk így a közepén van. Egyik oldalról egy vasúti sín van, a másik oldalról pedig maga a város. Úgyhogy tulajdonképpen a város az körbeépülte magát a várt. A kirándulásunk, átgurultunk ide Beszterce bányára. Egy kis intermezzo volt, amíg megvettük a parkolóhelyet, egy kicsit körülményes volt. De aztán úrrá lettünk a problémán, és most haladunk. Én azt mondom, hogy Mr. Kebab. Haladunk a főtér felé. Direkt egy zsákutcát szemeltünk ki a parkolásnak, hogy innét csak felsétálunk a főtérre. Aztán ha akarunk, akkor benézhetünk majd a múzeumnak a területére, mert az egy ingyenes múzeum egyébként. Majd meglát egy középkorban ragadt vár úrról. És itt vagyunk a Beszterce főterén. Amerre csak akarunk. Nyalhatunk egy fagyit. És bocsánat, és én kérek el.
Következő megálló helyünk ez a Donovali. Hát ilyenkor nyáron azért kicsit másként néz ki, tiszta alpesi feeling. Ezen a kis gyaloghidon szoktunk átmenni a sípályára, amikor itt állunk meg. Hát ilyenkor azért nyáron, amikor száraz a felüljáró, akkor kicsit másként néz ki a dolog. Ilyenkor könnyű átmenni, csak az a baj, hogy télen rá szokott fagyni a jég meg a hó, és hát akkor az ember csak esikkel szerencsétlenkedik. Jó kis pénztárak. Most repülünk egyet.
Most pedig a Szepesi vár alján lévő várhoz érkeztünk, amelyet úgy neveztem, hogy Spiskirade. És ide fogunk felsétálni ezen a kellemes kis gyalogúton. A vár egyébként nemrég egy felújításon ment keresztül. Hát kívülről nagyon nem látszik, de belül mindenféle klassz kiállítások vannak, amit mindenképpen érdemes megnézni. Maszkja mindenkinek van? Maszk van, igen. Csak azért... Nekem nincs! És némi sétafika után megérkeztünk magához a külső várfalhoz és várkapuhoz. Legalábbis ezek az oszlopok, amik itt vannak, azt sejtetik, hogy a vár maga az valahol itt kezdődhetett. Figyelj az oszlopokat! Semmi értelme róla, mert igazából nem nagyon szép, mert éppen építkeznek.
következő megállónk az Lőcse városa, amit hogy most nevezik Levoca, és már ki is néztem azt a helyet, hogy mindjárt anyád bezárjuk, vagy a Leventét. Még nem döntöttem el, kit zárjunk be. Mi? A Lőcse város főterén. Vajon mi az? Na, mindjárt meglátod. Kaloda? Ott van egy kaloda, igen. Ott van egy kaloda, ahol be lehet zárni. Na miért? Hát aki rosszad, be lehet zárni a kalodával. Na, azt kell tudni egyébként, hogy két regény is foglalkozik a kötelező olvasmányok között a Lőcse várossal, illetve a Lőcse városában játszódik ugye a Lőcsei Fehérasszony és a Fekete Város című regények, mindegyikből filmadaptáció is készült, és ugye hát Lőcsén játszódik. Ha jól emlékszem, még az eredeti felvételek is ugye itt készültek a filmbe. Ki zárta be ebbe a kalodában? Aki valami rosszat csinált. Tehát aki... megvoltak azok a büntetések, akit ebbe a ketrecbe zártak be. Hát mondta, hát ez a megszégyenítéstek egy mit tudom, házasságtörő, meg lopott, meg... házasságtörő? Megcsalta a feleségét, vagy a férjét. Ja, már azért is büntetése? Igen, vagy mit tudom én. Hát de most a való világban nem? Igen, most nem. Vagy káromkodott a templomba, vagy mit tudom én, érted? Ezért is? Ahogy mindenféle büntetés volt, és akkor ugye bezárták, és akkor mindenki nézte, hogy fúj, mit csinált az illető, és bezárták a ketrecbe, és be is tudsz mászni a ketrecbe, tessék. Mert meg itt dobáltak mindennel. És dobáltak rohadt gyümölcsel, érted? Igen, a Leventét a városi kalodába zártuk, mert túl sokat Nintendozott, és a büntetése egy hét Nintendo nélküli kaloda. Ne, de itt van a telefonom. De mindegy, ezek Faraday kalitka is, és az kiárnyékolja a GPS-szereket, és de nem tudsz Nintendozni. A mobilnetet is kiárnyékolja, leföldjeljük a Faraday kalitkát. GoPro stop recording. Közben besétáltunk Lőcse város főterére, ahol a városháza található. Ez a városháza, illetve ez a tér a Fekete Város című regényben és filmben több jelenetben szerepel. Itt volt az eredeti forgatási helyszín. Senátor urak! Fabricius! Murphy! Na, hát itt vagyunk Ódádra Füreden. Nagyon meglepő, hogy most ugye nincsen síszezon, ennek ellenére olyan forgalom van itt, hogy állítom, hogy több ember mászkál, mint amikor télen síelni voltunk itt. Hihetetlen. Úgyhogy itt van élet, nyáron is. Tehát nem az van, hogy ezek a téli helyek itt nyáron így kvázi bezárnak és csak itt lélegeztetőgépen vannak, hanem itt van vannak a sportboltok, a cukrászdák és... Menjünk fel a járdára, Levente? Jelen itt volt az apa, hogy... Na, hát itt van a felvonó, amivel felmegyünk a Ribjonokig. Ez egy drótkötélpályán haladó vonatszerű, vigyázz Levente, objektum. Ennek az alján törte magát össze anya, amikor jöttünk le azon a pályán, ami nem is volt. Na. Ez az első. Nem. Akkor mi ide megyünk? Thank you.
Na, most pedig itt vagyunk a Lomnici csúsztán lévő sífelvonónál, amely fel fog bennünket viszni a Lomnici csúcshoz, szóval Kőpataki tónak hívják azt a helyet, ahol fel fog menni. Két felvonón keresztül fogunk majd haladni. Hát most éppen beborult a hegycsúcs, tehát pont nem látszik semmi, mert éppen ködben. Kedve, kinyílik, Levente, szállj be, szállj be, szállj! Szállj be! A másik, szállj már be, Levente, akkor nem tudod beszállni. Jó. Meg is érkeztünk. Nem. A kártya. Na, hogy elveszem a szent kártya. Dorimán! Thank you.